És László arra kért, hogy tegeződjünk, úgyhogy innen ez az informális hangnem, de gondolom, hogy ez egyébként is megszokott itt a kutatók éjszakáján. Hát Isten hozott, nagyon örülünk, hogy, hogy itt vagy. Nem titok, gondolom, hogy ma érkeztél Amerikából, úgyhogy nagyon friss még a jetlag, gondolom. Nem ma, de viszont egy hete érkeztem, de közben Európában voltam. Tehát a jetlag az kezdetlen a gyábor. Na, ez remek. És hát nem tudom, hogy önöknek be kell mutatni Barabási Albert Lászlót, hiszen tudományos körökben mindenképpen ismert Behálózva című bestsellere, tulajdonképpen egy tudományos bestseller, több nyelven is megjelent, 2003-ban a Wired az év tudósának választott, úgyhogy szerintem Magyarországon is nagyon sokan ismernek, annak ellenére, hogy Bostonban kutat, de mint megtudtam, most már ismét Magyarország a bázis. És hát a te neveddel összefüggésben nagyon sokat lehet hallani a skálafüggetlen hálózatokról. Úgyhogy mielőtt még belemennénk tulajdonképpen ebbe a beszélgetésbe, azt szeretném kérni tőled, hogy ezt néhány szóval esetleg magyarázd el azoknak, akik annyira nincsenek otthon a hálózatkutatásban, hogy ha később elhangzik ez a kifejezés, akkor mindenki tisztában legyen ezzel. Jó, akkor essünk túl rajta, igaz? Essünk túl rajta. Tehát akkor, amit szeretnél, az, hogy egyszerűen mondjam neki, hogy micsoda az, hogy skálafüggetlen háló, vagy kezdem a történet körülbelül 20 évvel ezelőtt? Ne, szerintem 20 évre, nem mondjuk egy évre, menjünk vissza. Jó, hát akkor miről van szó? Egyébként arról van szó, hogy tényleg az egy picit visszamehet időben, nincs értelme egyébként a skálafüggetlen hálóknak. Volt egy nagyon fontos, és van továbbra is egy nagyon fontos ága a hálózatelméletnek, ami az Erdősnek és a Rényinek a nevéhez fűződik. És matematikában rengeteget tanulmányozták, amelyben a nagy felfedezés igazából, a hipotézis az volt, hogy a hálók véletlenül vannak összekötve, aminek az egyik következménye az az, hogy ha egy csomó pontok vagyunk egy hálóban, egy társadalmi hálóban, világhálóban, akkor körülbelül összemérhető számú húzamunk van. Tehát lényegében egy véletlen háló, az nagyon demokratikus háló, mindjárt egyformák vagyunk. Ezzel szemben a mi 99-es felfedezésünk az lényegében az volt, hogy ez nem így van a valódi hálóban. Mondjuk a sejtetőkkel valódi hálók nem véletlenek, igazi azért vannak belső szervező erejük, de ennek az egyik nagyon erős manifestáció ennek a nem véletlenségnek az az, hogy van egy néhány nagyon-nagyon csomópont, amely a sok kisebb csomópontot összeköti. Tehát például a Google, a Facebook és így tovább, ilyen nagy-nagy hubokként jelennek meg a rendszerben. És ez nem csak arról van, hogy vannak ezek a hubok, hanem hogy ezeknek a száma nagyon matematikailag pontosan meghatározható, és ez a skálafüggetlen tulajdonság, ez lényegében azt a matematikát rejje, amely megmondja azt, hogy hány nagy csomópont és hány kis csomópont van a rendszerben. Ergo a valódi hálók azok nem demokratikusak, van nagyon népszerű személyek benne igaza, és vannak kevésbé népszerű személyek benne, és ezek együtt élnek. Pók nélküli hálóhoz is szokták ezt hasonlítani. Igen, mert ez a skála független szó, ez lényegében arra utal, hogy nincsen neki, de az már igazából a matematikához kapcsolódik, hogy miért nevezzük skála függetlennek. Pontosan arról van szó, hogy nem lehet kiválasztani egyetlen csomópontot nyakon csipni, és azt mondani, hogy ez olyan, mint a többi. Míg a véletlen hálóban lehet. Nem hierarchikus. Lehet úgy is nevezni, egyszerűen nagyon különböznek a csomópontok. Tehát tényleg óriási különbségek vannak egymásra. Most egy hálózatkutató, ahogy kicsit mélyebben is beleástam magam a kutatási területeiben, rengeteg dologgal foglalkozik, például csoportdinamikával. És amikor csoportdinamikával foglalkozol, akkor hogyan választod ki azokat a megfigyelt csoportokat, amelyeket egy-egy hosszabb kutatásnak alávetsz, ugyanis nagyon érdekes összefüggéseket vizsgáltál például, hogy mitől hullik szét egy közösség, hogy mi tartja össze a közösséget, mitől lesz hosszú távú egy közösség, és ezzel kapcsolatban majd még menjünk bele az eredményekbe is, de mindenek előtt az érdekelne, hogy egy-egy ilyen kutatáshoz hogyan választod ki a megfigyelt csoportokat? Mi nem választjuk ki. Mi igazából általában az egész hálót nézzük, és akkor abban néha kibuknak a csoportok, ezek a csoportok. De miről van itt szó? Ez igazából nem is az én főkutatásom, hanem egy nagyon ismert magyar kutatónak a főkutatásvonal, és meg a Micsek Tamásé. Ő volt az, aki egy ilyen algoritmus adott nekünk, amelyben ilyen csoportokat meg tudunk keresni a nagy hálókban. Mik ezek a csoportok?
Ha bármely hálót nézünk, azt látjuk, hogy vannak csomópontok, amelyek gyakrabban kötődnek egymáshoz, mint amit elvárnánk véletlenszerűen. Ezek néha nyilvánvaló, hogy micsodák. Tehát például a társadalomban egyének, hogy ugyanazon a helyen dolgoznak, igaz, hogy mindenki mindenkit ismer, egy ilyen kis sűrű hálót alkotnak. A világhálón belül hasonló tartalommal rendelkező oldalak, tehát mit tudom én, a műszetekkel való foglalkozó oldalak gyakran kapcsolódnak más műszetekkel kapcsolódó oldalakhoz, és kevésbé gyakran kapcsolódnak, tegyük fel, a szumó birkozással kapcsolatos oldalakhoz. Viszont a szumó birkozással kapcsolatos oldal nagyon sok más birkozáshoz kapcsolódó oldalhoz kapcsolódik, és láthat ezért, hogyha ránézünk a hálóra, akkor láttuk, hogy vannak ilyen lokális sűrűsödések. Most az egyik nagy kihívás számunkra az, hogyha tényleg van egy nagy hálózat, például a Facebook kezünkbe adná az adatokat, vagy a Twitter, vagy más adatsor, akkor megtalálnánk ezt, és tudjuk értelmezni. Ez, amit a Vincsek Tamásék igazából ennek az elméletét kidolgoztak, és a módszereit. És akkor ezeknek az eszközöknek a segítségével valóban a Tamás és én is egy néhány kollégánk néztük azt, hogy mi határozza meg a stabilitását a hálónak. Tehát nem arról beszélünk, hogy mi most itten meggyőzöm a közösséget, hogy vegyünk részt egy ilyen nagy grup terápiában, és csináljunk egy közösséget, és akkor tanulmányozzuk ezt, hanem inkább ránézünk az egész hálóra, és megtaláljuk azokat a közösséget, amik eleve jelen vannak. Nagyon érdekes volt egyébként az eredménye is ennek a kutatásnak. Sok más mellett az egyik konklúzió az volt, hogy azok a csoportok hosszabb életűek, amelyek kevésbé stabilak, nagyobb a cserélődés a csoport tagok terén. Számomra ez meglepő volt. Ennek mi lehet az oka? Ez érdekes, ez függ a csoport méretétől. Tehát mi azt látjuk, hogy nagy csoportok csak akkor tudnak stabilak lenni, ha megvan a mechanizmusok arra, hogy gyakran cseréljék a tagjaikat. És ennek igazából nagyon egyszerű, hogy miért van ez. Gondoljunk egy, mit jelent az, egy nagy csoport a világban, például a társadalmi hálón belül. Az egy intézmény, az egy iskola, az egy vállalat. A vállalat marad, a dolgozók változnak. Tehát van egy belső mechanizmus arra, hogy kicserélje a csomópontokat, mikor bekerüljük ugyanben a vállalatban, rögtön kiépülnek a húzalok a vállalaton belül, azonnal úgy látjuk a része annak a csoportnak, ha elmegy a vállalattól, idővel megszűnnek a húzalok, de a vállalat az marad. Tehát ezt látjuk, hogy ha nagy csoport, csak úgy lehet nagy, közösséget csak úgy lehet összetartani, hogyha megvan erre a mechanizmus, és akkor ennek az egyik látható formája az, hogy tényleg cserélnek a tagok. Kis közösség esetén nagyon fontosak a kulcsemberek. Tehát ott általában a kisebb csoportokat, baráti köröket, hobbi alkú köröket és tovább, általában egy-két ember tart össze. Ha az egy-két ember elmegy, akkor megszűnt az a csoport, valahol valami más fog szerveződni. Tehát azért általában ezeknek a fejlődésnek mindig van leképezése a valóságra, miért történik ez, és ez az, amit látok a nagyobb kis csoportok esetén. Gondolom, hogy ezeket a kutatási eredményeket az élet nagyon sok területén fel tudják használni, és profitálni tudnak belőle. És hogy egy kis aktualitásról is szó essen, például egy olyan esetben, mint most az Ebola járvány vajon. És miben és hogyan tud segíteni a hálózatkutatás, mondjuk, hogy fel lehet-e térképezni egy vírus terjedésének esetleges útvonalát, vagy azokat az illetőket, célcsoportokat, akiket jobban érinthet, mondjuk annak ellenére, hogy nem feltétlenül gondolnánk ezt. Nem csak, hogy fel lehet, hanem ezt csinálják a kollégáim kimondott az egyetemen, tehát az egyik nagyon jó barátom és közeli kollégám, ugye a tanszéken vagyunk, az a WHO-nak a hivatalos modellezője az Ebola-val. Tehát amikor néha látjuk ezeket a számokat, hogy hány ember fog megbetegedni, azok tőlük jönnek, ők az egyik nagy csoport ebben a témában. Amit viszont látunk, az nagyon ijesztő. Tehát igenis meg lehet mondani azt, hogy hova fog terjedni. Ezzel kapcsolatban, az Ebola-val is kapcsolatban tud esetleg már eredményeket? Hogyne, hát ez a szemünk előtt folyik nap, mint nap, és muszáj követni, mert nagyon ijesztő az egész dolog. Azért ijesztő, mert nem látszik semmi mechanizmus abban kapcsolatban, hogy hogyan fogjuk megállítani. Tehát még egyelőre semmi nincsen a térképen, és ez mi történik egy tipikus tipikus betegség esetén, egy ilyen terjedő betegség esetén, mint az influenza esetén. Az történik, hogy először elindul nagyon gyorsan, ez egy exponenciális növekedés, és akkor utána kezd szaturálódni ez a görbe, többé azért, mert néha azért szaturálódik, mert mindenki megkapta a vírus, ez a rosszabbik része. Néha azért szaturálódik, mert kezdtek a mechanizmusok működni, tehát van orvosság, karantén és így tovább.
Egyáltalán semmi mechanizmus nincsen affektáló pillanatnyilag, ami a szaturációt előhozza. Tehát pillanatnyilag az exponenciális növekedés részben vagyunk. Senki nem tudja, hogy ebből lesz 50 ezer beteg, szerintem annyi már van, vagy 10 millió. Vagy, és ez a legijesztőbb része, sose lesz vége. Most miről beszélünk, hogy sose lesz vége? Vannak olyan betegségek, amik endemikusak. Tehát a tipikus vírusok, amelyen volt társadalmunk, az úgynevezett endemikus betegség, azt jelenti, hogy mindig van egy bizonyos százalék a társadalomnak, amely a vírust hordozza. És a félő ittenemben az az, hogy ha nem lépünk be az Ebola ellen nagyon gyorsan és nagyon sikeresen, akkor az Ebola endemikus betegségé válik, ami azt jelenti, hogy nem lehet egyszerűen kiirtani, mindig lesz egy bizonyos csoport, aki ezt hordozni fogja, és az terjed csoportról csoportra. De most miért nem lehet Afrikában megállítani, és miért nem aggódunk mi? Azért, mert ez egy kulturális betegség, olyan szempontból, hogy a terjedését azért egyszerűen nem lehet megállítani, mert az emberek nem teszik azt, amit kellene csinálni. Ha ide Magyarországra bekerülne egy ebolás beteg, lehet, hogy megfertőzne 2-3 egyént, de azonnal meg lehetne állítani. Mind Amerikában is meg lehet állítani, máshol van egy fejlett orvosi rendszer, azonnal meg lehet ezt a betegséget állítani. Egyszerűen ez a háló megomlott teljesen Afrikában. Ilyen számokról beszélünk, hogy Libériának volt 60 orvosa a betegség elején, ebből körülbelül 10 meghalt, maradt durván 50, az egész országra. De nincsen, akinek egyszerűen megmondani, hogy mit kéne csinálni, hogyan kellene csinálni, és így tovább. Úgyhogy a számok, amik jönnek, most egy kicsit hosszú lett az egész dolog, de az nagyon aggasztó, hogy mi fog Afrikával történni. Nem aggódunk, hogy ez ki fog jönni, de nagyon aggódunk, hogy ez tényleg Afrikát ki fog jönni, nagy százalékban oltani. Egyébként vannak lobbistái a hálózatkutatóknak, tehát vannak olyan emberek, akik mondjuk képviselik azokat a kutatásokat, amelyeket önök végeznek, és mondjuk ezeket figyelembe veszik-e a döntéshozók adott esetben, ENSZ-ben, stb. Tehát mennyire elismert ilyen szinten ez a kutatási terület? Lobbisták nincsenek, de eszközeink vannak, és másnak nincsenek eszközeink, ezért aki lényegében közösségükön belül, aki vírus terjedéssel foglalkozik, bármelyik országban van, az ma pillanatilag a miniszterelnöki szinten beszél. Tehát, és ez tény, tehát most jöttem egy konferencia, amúgy, hogy a Lukában voltam, ahol találkoztam a német házakutatóval, illetve a franciával, és mind a ketten a közepében vannak arra, hogy Németország hogyan fog erre válaszolni, Franciaország hogyan fog erre válaszolni, és a kollégám persze WHO-n keresztül azt, hogy Amerika hogyan fog erre válaszolni. Tehát mi ezért nem lobbizunk, és sajnos nem kell lobbizunk, mert igazából nincsen más eszköz arra, hogy meg tudjuk mondani, hogy mi lesz. És ezek elég pontosak ezek az eszközök. Egyébként a nem vírusként terjedő betegségekre is érdemes ezt a hálózatkutatást alkalmazni, mert ha jól tudom, van ilyen kifejezetten, hogy hálózatorvoslás, ami egyéb betegségekre is igaz. Ez igaz, sőt nem csak, hogy van ilyen, hanem a Harvardon ezelőtt most már 3 éve hoztuk létre az első újabb divíziót 30 év után, mivel most már több mint 200 orvos és kutató van, ami a hálózat orvostudomány divíziója. De ez nem a terjedő betegségről van itt szó, hanem arról van szó, hogy hogyan értjük meg például az betegséget, mint az aszma, vagy a szívbaj, és így tovább. Na most miért ehhez hálózatkutatás? Azért kell, mert lényegében a genetikai revolúció bizonyos szempontból nagyon sok mindent elér, de ugyanakkor eljött egy olyan pontra, amikor már nem lehet sokára messze tovább menni itten. Ugyanis a genetika megadta nekünk az eszköztárt. Megadta az eszköztárt, hogy tudjuk, hogy milyen gének vannak, és milyen molekulák vannak a sejtjeinken belül. Ez nagyon fontos. De ez körülbelül annyival ekvivalens, mint hogy tudni, hogy milyen darabok vannak egy autóban. Attól még az autót nem tudjuk, ahogyan. Ha valaki kitejteni az autónak az összes darabját ide a földre, megtölteni a szobának a nagy részét, de semmit sem mondan nekünk arra, hogy hogyan működik az autó. Miért nem? Azért, mert az autó azáltal működik, hogy ezek a darabok össze vannak csavarozva, össze vannak állítva, és van egy háló, amelyeken keresztül működhet az autó. Ezt a hálót nem tudjuk a sejtre. Ezt a hálót meg kell értsük. Hálózattudomány arról beszél, hogy értsük meg ezt a hálót, és értsük meg, hogy ezen a hálón belül pontosan hol vannak a betegségek ellátva. És ilyen kérdésekre próbál kell válaszolni, hogy miért van az, hogy van olyan orvosság, amit ha beveszünk, akkor körülbelül 10 féle ráknak az esélye lecsökken,
szívbetegségnek az esélyt lecsökkenti, rengeteg pozitív hatás van. Hogy tud egyetlen molekula ennyi hatást létrehozni? Egyébként ez az orvosság, ez aszpirin. De hogyan lehet az, hogy egy molekulának olyan rengeteg hatása van, és ez mindig házat kérdés. Tehát a molekula belép, egy bizonyos, bizonyos fehérjét blokkol, az a hálózatban sok minden más a kölcsönhat, és rengeteg folyamatot leállít. És gondolom, itt nagyon fontos szempont az életmód is. Egy ismerős, tudós, kutató barátja írta tulajdonképpen az elhízással kapcsolatban ezt, és kíváncsi vagyok, hogy egyetérte ezzel, hogy tulajdonképpen a genetikánál jobban meghatározza azt, hogy valaki elhízott, hogy hogy hány elhízott ismerőse és barátja van. Ez valóban így? Ez így igaz. Nikolás Christakis kollégám a Harvardon csinált egy nagyon meghatározó kutatást, amelyben lényegében megnézte azt, hogy mi a hatása a társadalmi hálónak, hogy kikit ismer az elhízásra, meg más betegségre is. És az elhízás esetén valóban az derült ki, hogy a társadalmi, tehát a hálónak a hatása sokkal erősebb, mint a genetikai hatás, és kb. Ilyen 160-as faktorral erősebb. Ez nem azt jelenti, hogy most az elhízás terjed egyik embertől, az, hogy van egy elhízás molekula vagy vírus, amit el tudunk kapni egymástól. Mi úgy gondoljuk, hogy van viszont, amit el tudunk kapni egymástól, és pedig az egy mentalitás, és egy gondolkodás, és egy életmód. És ezek a minták, amik nagyon fontosak, amit hogyha ha te történetesen nagyon jól bevacsorázol, és együtt vacsorázol, akkor én is hajlandó vagyok többet tenni, mint tipikusan, igaz? És ez tud terjedni. És erre több példa van, ez nem csak az elhízások, más betegségre igaz ez. Nagyon izgalmas, és ha már mintákról beszélt, és nagyon fontos említenünk egy másik területet, ahol gondolom a kutatások jelentős részét végzik, ez pedig az internet és a különböző közösségi oldalak, ahol szintén nagyon gyorsan terjednek minták. És hagyj hozzak fel ismét egy aktualitást. Ma egyébként az utolsó előadásban szó lesz az emberi gonoszságról, és szerintem ennek is az adta az egyik apropót, hogy nagyon sok embert elborzasztott az, ami az utóbbi hónapokban felkerült az internetre, különböző tévékbe, ezek a lefejezéses videók, az iszlám állam által készített tulajdonképpen propaganda videók, és erről a csoportról, amiről nem is lehetett nagyon hallani korábban, most rengeteget beszélnek, ugyanis rendkívül gyorsan terjed tulajdonképpen a népszerűsége, egyre több tagot képes toborozni, és nagyon ijesztően profin használják a közösségi médiát mindehhez. Tulajdonképpen egy úgymond terrorista csoport változását, dinamikáját is fel lehet térképezni hálózatkutatás segítségével? Nem csak, hogy fel lehet, hanem fel kell, és ezt csinálja lényegében bizonyos hárombetűs intézményeknek a jelentős része. Hálózatkutatók segítségével. Ez egy érdekes kérdés, tehát ez nem tudjuk, hogy hogyan csinálják. Azt tudjuk, hogy az eszközeink le vannak töltve ezek az intézmények által, amik elérhetők. Viszont én egy kollégát sem ismerek, aki ebben ezen a közösségen belül ezzel dolgoznak, de kell, hogy csinálják és csinálják. Na most nem kell az ISIS-hoz menni, vissza kell menni az NSA nagy cirkuszért, és akkor tudjuk, hogy ez milyen mértékben van felhasználva. Na most visszatérve erre az egész dologra, ez érdekes az ISIS dolog. Először is érdekes az, hogy tényleg mennyire sikeresek voltak ezen a három videón keresztül. Ennek a három videónak köszönhetően Amerika most háborúban van, és csak is annak köszönhetőleg. És ez elég tiszta mindenki számára, hogy azért bombázok, az a három videó miatt bombázok most Irákot. Tehát mondhatni azt, hogy ez egy nagyon jó költött pénz volt a részükről, amit a videóra költöttek, a médiának óriási ereje van. Nem nyilvánul számára, mit akartak elérni, és tényleg ezt akarták elérni. Viszont ha meg akarják állítani ezeket a közösségeket, akkor ezt mindenki látja, hogy ez egy kimondottan házat probléma. De nem csak ez, hanem a háború manapság házat probléma. Miről beszélünk? A mai háborúk azok nem azok, mikor két nagy hadsereg páncélba öltözve egymásnak rohan, és addig kaszabolják egymást, ameddig egyikből nem marad senki, és akkor a másik megnyertes vége. A mai háború aszimmetrikus háború. Tehát, ha megnézzük, mi történik a világban mindenfelé, arról van szó, hogy egy konvencionális hadsereg háborúzik sejtekkel és a lakosságba beépülő, úgymond harcosokkal. Ezekre a tradicionális eszközök, a tankok, a repülők, amik vannak, azok nem alkalmasak. Ezt felismertem az amerikai hadseregben, mindenki más felismerte, ennek van egy új jelszavutják, hogy net war,
amikor, és lényegében újra kell csinálni az egész doktrináját a háborúnak. Ennek az új doktrinának az alapja az, hogy egy igazából egy hálózatháborút játszunk, ehhez meg kell érteni azt a házadot, amelyek ellen lépünk be. Ez azt jelenti, hogy meg kell érteni pontosan, hogy kivel szimpatizál a lakosság, ugyanis a mai háborúnak a része igenis az, hogy a lakosságot megkaszabolja a hadsereg, igaz? Tehát kivel szimpatizál, hol vannak elrejtve, mik a pénzforrásaik, ez egy kimondottan hálózat kérdés, hol lehet leállítani. A háborúnak a legsikeresebb, tehát az Al-Qaida elleni háborúnak a legsikeresebb része az az volt, hogy a pénzforrásokat elzárták. Mi bombázunk most az elmúlt két évben, két napban Irakban az olajmezőket. Miért az olajmezőket? Mert onnan jön a pénz az ISIS-nak. Tehát igazából nagyon sok háló föllép egy ilyen háború esetén, és ez már egy nagyon tudatos dolog, hogy ezeket fölként térképező gázközöket kell használni. Hogy hogyan csinálják, az lényegében az ők titkuk. Igen, egyébként ennek én is tanulja voltam Líbiában, én háborús tudósítóként dolgoztam, és Líbiában nekem megdöbbentő volt a felkelés idején, hogy az a lakosság, ami tulajdonképpen évtizedeken át meg volt fosztva a médiaszabadságtól, amint tulajdonképpen némi szabadságot kaptak, a fiatalok összeszerveződtek, és olyan profin elkezdtek egy médiairodát létrehozni, ahol a külföldi újságírókat fogadták, és például a mobiltelefonokról rögtön összegyűjtötték a különböző felvételeket, amelyek bizonyították, hogy a kadafista erők tulajdonképpen hogyan gyilkolták a lakosságot. DVD-re másolták, elkezdték a Facebookon, interneten terjeszteni, kiadták nekünk újságíróknak, és ennek nagyon nagy szerepe volt abban, hogy végül is a nyugati nagyhatalmak beavatkoztak Líbiában, és érdekes, hogy úgy látszik, hogy valahol ez nagyon tudatos, valahol nagyon ösztönös mégis, hogy az emberek elkezdenek rögtön így kvázi hálózatokban gondolkodni. Ez igaz, viszont például, ami visszatérve az ISIS-ra is ezzel kapcsolatban, tehát én látom azt, hogy ez Líbiában hogyan történt, amit leírtál, és hogy ennek igenis volt értelme. Én mai napig nem értem az ISIS-nak a stratégiát, hogy miért akarta Amerikát ebbe a háborúba belevonni, mikor neki adtuk volna még egy néhány hónapot, és végén az egész Irakot meg mindent elfoglalt. Most meg végén bekészítette Amerikát meg a másik országot, hogy ne engedjék, hogy ezt csinálja, igaz? Tehát nem tudom, hogy ez tényleg mennyire sikeres és tudatos az egész gondolkodás. Biztos van nekik egy belső gondolkodás, hogy nekik ez miért jó, de az is belefér az egészben, hogy ez nekik nem jó. Igen, egyébként erről lehetne egy egész napot beszélni. Szerintem egyébként azért, mert rengeteg tagot képesek voltak így toborozni a világ minden tájáról. De egyébként, ha már toborzás is Facebook, rengeteg elektronikus lábnyomot hagyunk magunk után. Állítólag 10 percenként egyet, egy átlag ember. Nekem ez azért megdöbbentő adat. Manapság szerinted lehet úgy élni, hogy az ember ebből a hálózatból eltűnjön? Reménytelen. Még akkor is, hogyha kidobom az összes elektronikus eszközömet, akkor is része vagyok a rendszernek. Tehát, de most egyébként nem lehet élni itt valóban. A kérdés az, hogy kell-e úgy élni, vagy akarunk-e úgy élni. De most van ennek persze ez a Robinson-szerű világkép igaz, hogy milyen szép és milyen jó. Ugyanakkor, mikor erről beszélünk, ne felejtsük el azt a rengeteg pozitívot, amit a digitális világ hoz nekünk. És néha intellektuális körökben sokkal többet beszélünk arról, hogy milyen rossz ez, mint sem arról, hogy igazából miért csináljuk, azért mert közben, mikor nem erről beszélünk, akkor ilyen napban használjuk őket, igaz? Tehát szerintem gondoljuk végig azt, hogy rengeteg pozitív hatása van. Tehát ez alapvetően gyökeresen megváltoztatja az emberiséget, az életmódunkat, a tudástárunkat, az elérhetőségét és így tovább. Szerintem itt a pozitív része messze túlhaladja a negatívan, de ugyanakkor van negatív oldala, és néha el kell gondolkozni, hogy az mennyire negatív és kiküszöbölhető. Én szerintem ezek mind kiküszöbölhetők, ezek a dolgok, amiért aggódunk miatta. Annak idején azt nyilatkoztat, hogy 19 kattintás különbség van két weboldal között, de ez sok-sok évvel ezelőtt volt, és azóta óriási méretűre nőtt az internet. Ma is igaz még ez az állítás? Igen, de lényegtelen. Tehát olyan szempontból, hogy az nem az, hogy azt hivatkoztam, hanem ez egy mérés volt, és az volt az a része, amit a média felkapott. Na, az, amikor a kutatás történt, az a kutatás volt, amiben a skála független hálókat felfedeztük, akkor jutott a legelőször. Ebből a média a 19 kattintást látta. A skála független hálózat
cikk az maga az most az elmúlt évtizednek a leghivatkozottabb cikkévé vált, nem a 19 kattintás miatt. Tehát itt igazából arról van szó, hogy na most visszatérve a 19 kattintásra, jó pofa, hogy az ott van, igaz-e? Alapjában a kérdés az, hogy miért fontos ez nekünk, ugyanis a Google nem kell 19-et kattintsuk, hogy eljussunk egy bizonyos információhoz, hanem azonnal megkeresni nekünk a megfelelő kulcsszavakat írunk be. Tehát ilyen szempontból az egész kisvilág gondolat egy picit túl van lihegve a médiában. Erről is szól a hálózatelmélet, de ez egy icipici része. Nem itt kezdünk, mikor arról kezdünk beszélni, hogy na, ki fog megbetegedni Ebolával. Akkor beszéljünk az üzleti részéről. A hálózatkutatás eredményeit nagy cégek tudják úgy használni, hogy profitáljanak belőle? Hát kicsit úgy perspektívába gondolkozzunk erről. Gondoljuk el, hogy kik azok a mai nagy, igazán nagy cégek, amik vannak a világon, akik mindenki odafigyel. Ugye Google nyilvánvalóan közöttük van, Facebook, Twitter, Apple. Ezek mind hálózat cégek. De ha mondjuk elvonatkoztatunk a különböző internethez kapcsolódó nagy cégektől, tehát igen, mondjuk vegyünk egy könyvvizsgáló céget. Jaj, értem. Na most hát az attól függ, hogy milyen szempontból egy könyvvizsgáló cég esetében, ez nagyon érdekes kérdés, hogy hogyan fogja felhasználni, kivéve, hogyha nem nagyon nagy cégről van szó. De akkor igenis, ezeket lehet és kell, és használják a cég átvilágításra, ami arról van szó, hogy ha egy nagyon nagy cégről beszélünk, ahol több száz, néha több tízezer dolgozó van, akkor alapjában véve a vezető nem tudja belátni azt, hogy mi történik a cégen belül. Nem az, hogy mi történik, hanem hogy van a cég struktúrálódva. Van egy hierarchikus fal, hogy itt vannak az alelnökök, azok felelősök, egyik a marketingért, másik az eladásért, harmadik a gyártásért, de ez őszintén nem írja le azt, hogy mi a belső dinamikája a rendszernek. A hálózat emelet ad egy eszköztárt, ami már igenis nagyon is könnyen alkalmazható, sőt, tehát cégek vannak Magyarországon, vagy nagyon-nagyon kis sikeres cég, azért a Mavel 7-es, aminek icipici részem is van benne, de az már nemzetközi cég, ami azzal foglalkozik lényegében, hogy az eszközt ad a cégek kezében, hogy ezeket föltérképezi. Miért fontos ez? Mert ezeken keresztül látja először a vezető is, és a CEO azt, hogy tényleg hol vannak a kapcsolatok a különböző részek között, melyek azok a csoportok, amelyek izoláltak, melyek azok az egyének, amelyek összekötik a hálózat a különböző részeit, a cégnek a különböző részeit. És ez nagyon fontos, ugyanis néha kiderülhet az, hogy láncolat termék, nem igazán termékeny elvények, nagyon fontos személyek az egész intézményben kapcsolják össze a különböző részeket, nélkülük szétesik a cég. Tehát néha arról is beszélünk, hogy például valaki megvesz egy céget, akkor mindig arra ügyel, hogy a vezetés azért maradjon a cégben. Néha nem a vezetésen múlik, hanem egy néha 5-6 másik kulcsemberen, akik megfelelő pozícióban vannak, nem feltétlenül vezető pozícióban, de összetartják lényegében a lelkei valamilyen módon a cégnek. Ez már nagyon rutinszerűen alkalmazott dolog a vállalatvezetésben, és Magyarországon is nagyon sok cég úgymond átvilágította magát, feltérképezte magát, és szerintem sokat tanult belőle. Akkor most már nem sok időnk maradt, egy pár percünk, de mivel ennek a rendezvénynek az egyik célja az, hogy a kutatók emberi oldalát is megmutassuk. Néhány szó van. Esetleg ha arról mesélni, hogy hogy telik egy napod, valahol egy interjúban olvastam, hogy te 9-től délig kutatsz. Ez nekem olyan leegyszerűsítettnek tűnt, úgyhogy szerintem ott lehet, hogy az újságíró valamit ott egyszerűsített és rövidített azon, ahogy te leírtad egy napodat. Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy egy kutató egy napszakban órától percig kutat, de mesélj nekünk kérlek arról, hogy tulajdonképpen hogy telik egy napod, és te hogyan kutat? Budapesten vagy Bostonban? Mind a kettő érdekelne, talán érdekes is a párhuzam, hogy itt, hogy és ott, hogyan. Jó, akkor kezdjük Bostonban. Tehát én igazából amíg a 9-től délig az egyáltalán nem stimmel, de egy része stimmel benne azok az órák. Olyan szempontból, hogy én egy szörnyen unalmas és reguláris ember vagyok. Tehát én minden nap lényegében reggel 6-kor kelek, és hát olyan 4 óráig dolgozok. És ez azt jelenti, hogy az hétfő, szerda, pénteken több délig dolgozott felmennek az egyetemre délutánra, kedden csütörtökön és egy hétvégi napon pedig lényegében reggel 6-tól délután 4-ig csak egyedül dolgozok. És ez így megy kb. 15 éve, és ezen nem változtatunk olyan szinten, hogy még ha az egyetem elnöke is szeretne vele csütörtökön beszélni, akkor
nem lehetséges. Tehát teljesen izolálva vagyok, amikor egyedül dolgozok. Úgyhogy, és szerintem ez a regulatás az nagyon fontos. Tehát ez adja nekem a tért és a lehetőséget arra, hogy tényleg elgondolkozok a problémáim, ekkor írok, ekkor írom a cikkeket, ekkor dolgozom fel a diákjaimnak az anyagát, és így tovább. És én az interakció a csoporttal, meg mindenki mással, az csak hétfő szerda, péntek délután történik. Tehát ilyenkor telefon lekapcsol? Nem, a telefon be van kapcsolva, de azért már egy idő után ismeri a környezetem, hogy... Ilyenkor ne zavarja. Ne igazán. Tehát arra van az e-mail, igaz? És az e-mail reagálok, mikor tudok. És csak azért, mert mindezt körülbelül az a benyomásom támad, hogy egy picit olyan nagyon behatárolt, és nem érzem most ezt a lelkesedést, de gondolom, hogy lelkesen ülsz le azért minden reggel, vagy nehéz fenntartani ezt ennyi év kutató munka után, vagy a témától függ? Megvan a rutinnak a belső lelkesedése és a belső szépsége, tehát ez nem csak kutatásra igaz, az írókra is igaz. Tehát egy jó író az tényleg naponta 5-6-8 órát ír folyamatosan, és a folyamatnak a szépsége az nagyon izgalmas. Tehát itt nem arról van szó, hogy tényleg itt ilyen heuréka pillanatok vannak, és felugrunk, hogy hű, mit fedeztünk fel, hanem igazából maga a kutatás folyamat az, ami izgalmas, és akkor néha kibukik egy-két dolog, ami izgalmas, és néha miatta meg kell állni, és azért megiszunk egy kávét, vagy azt mondjuk, hogy na most egy fél órát azért lehet pihenni, mert nagyon izgalmas dolgot találtunk, de azért a legtöbb része nagyon rutin. Tehát nagyon, úgymond egyszerűen, a problémával kell maradni órákon keresztül és dolgozni rajta, még akkor is, ha látszólag nem halad az ügy. Nagyon köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk, és mielőtt még búcsút veszek tőled, a következő előadásunkhoz kapcsolódóan, majd mindenki rá fog jönni, hogy miért kérdezem, egy gyors kérdés, hogy neked hány általad már nem használt okostelefon van a fiókodban? Körülbelül vagy 6. De igen, jó. Körülbelül. Köszönöm, a következő előadásból ki fog derülni. Köszönöm a lehetőséget. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és nagyon élvezett volt veled beszélgetni. Köszönöm.